Az Európai Bizottság közzétette éves jelentését a társulási megállapodás ukrajnai végrehajtásáról, amelyben pozitívan értékelte Kijev az európai integráció felé tett lépéseit. Számolt be a európai Pravda az Európai Bizottság közleményére hivatkozva. A jelentés a 2020. december 1-én közzétett beszámolót követően a 2022. február 24 ig az orosz katonai agresszió kezdetéig terjedő időszakot értékeli. A társulási megállapodás keretében az Ukrajna által végrehajtott reformokra terjed ki. A háború miatti nehézségek ellenére Ukrajna fontos lépéseket tett a társulási megállapodás végrehajtása érdekében. A megvalósított reformok lehetővé teszik Ukrajna számára, hogy új szakaszba kerüljön az EU-val való kapcsolata, miután az Európai Tanács úgy döntött, hogy megadja Ukrajnának a tagjelölti státuszt. Oroszország illegitim katonai agressziója Ukrajna ellen nem fogja megakadályozni az EU-t abban, hogy támogassa az ukrajnai reformprogramot, emelte ki Joseph Barrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője. A jelentés szerint a háború és a koronavírus járvány kihívások elé állították Ukrajnát, ennek ellenére továbbra is prioritásként kezeli a társulást és az EU-val való integrációt. Ezzel a kulcsfontosságú reformok újabb lendületet kaptak. Ukrajna teljesíti a vízumliberalizáció kritériumait és intézkedéseket tett a korábbi ajánlások végrehajtására. Azonban további erőfeszítésekre van szükség, többek között a korrupció, a szervezet bűnözés, a pénzmosás elleni küzdelem terén áll a jelentésben.